Lak- és festékszag érezhető a dombóvári Szuhai Sportcentrum termében. A munkások az utolsó simításokat végzik. A kis terem, ahogy Dombóváron mindenki hívja, ugyanis megújult. Felújították a parkettát, kifestették a falakat, hamarosan pedig új nyílászárókat is kap a több mint 100 helyi sportoló által használt terem. Ez egy elég nagy volumenű beruházás, melyet az Egyesületünk TAO-s támogatások beszerzésével vagy megszerzésével tudott megvalósítani. Ehhez hozzájárultak nagyban a dombóvári vállalkozók, segítséget adtak nekünk ebben, úgyhogy külön öröm, egy rendkívül nagy öröm számomra, hogy ezt a projektet meg tudtuk valósítani. Még 2018-ban pályázott a Dombóvári Futballklub a Szuhai Sportcentrum csarnokának felújítására. Akkor azonban nem jártak sikerrel. A város vezetése viszont felkarolta az ügyet, mondta Tárnok Zoltán, a Dombóvári Polgármesteri Hivatal sportreferense. Nem is sikerült akkor még 18-ban összegyűjteni erre a TAO-s forrást. Most polgármester úrral ezt átnéztük, és 21-ben sikerült erre forrást találnunk, összegyűjtöttük rá a szükséges TAO forrást. Az önkormányzat a költségvetésében belefoglalta, hogy a szükséges önrészt hozzáteszi, és ezáltal tud elkészülni ez a beruházás. Rossz idő esetén itt edzenek az atléták, asztali teniszezők, de a futballklub tagjai is itt tartják meg erőnléti edzéseiket, így erre a felújításra nagy szükség volt. Ráadásul az atléták napközis táborának helyszínéül is szokott szolgálni ez a terem, mondja Halmainé Horváth Katalin, a Dombóvári Atlétika Egyesület edzője. A parketta nagyon régi volt, szerintem 30-40 éve nem volt felújítva, néhol már baleset veszélyes is volt. Tisztasági festés az volt, úgy tudom, nem olyan régen, de hát egy tornaterembe az évente szükséges, vagy két évente minimum. Nagyon ráfért, hogy fel lett újítva. Az 5,4 millió forintos beruházás a dombóvári vállalkozóktól befolyt TAO-s támogatásból, és az önkormányzat önerejéből valósult meg.